Így bringázik Magyarország 2022-ben. Bár a nagyvárosokban a legtöbb közterületet az autók foglalják el, a kutatásból kiderült, hogy a magyar lakosság 63%-a elsősorban nem autóval közlekedik. A magyar felnőttek 16%-ának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze. A kutatásban vizsgáltuk, hogy a régiók felnőtt lakosságában mennyien közlekednek elsősorban kerékpárral. Továbbra is az alföldi régiókban a legmagasabb a kerékpározási arány. Délalföldön a lakosság közel harmada elsősorban kerékpárral közlekedik. A kerékpáros közlekedés továbbra is jóval elterjedtebb a kisebb településeken, mint a nagyvárosokban. Rendkívül sok embernek a magyar felnőtt lakosság 70%-ának elérhető közlekedési eszköz a kerékpár. Kijelenthető, hogy a kerékpározás elterjedésében nem ez az első számú akadály. A többség szerint ösztönzőleg hatna a kerékpározás elterjedésére, ha jobb lenne a kerékpáros infrastruktúra, ha javulna az autóvezetők és a kerékpározók közti együttműködés, ha a tömegközlekedési eszközök megállóinál kerékpártárolók lennének. 2018 óta megfigyelhető egy kisebb növekedés a soha nem kerékpározók arányában, de továbbra is a felnőtt lakosság többsége 67%-a szokott kerékpározni. A magyarok 40%-a legalább heti rendszerességgel kerékpározik. Budapesten a lakosság 52%-a szokott legalább néha biciklizni, és 5%-uk napi rendszerességgel választja a kerékpárt. Az ország felnőtt lakosságára reprezentatív 3000 fős kutatást az Aktív Magyarország támogatásával a Magyar Kerékpáros Klub megbízásából a Medián készítette.